Kevesebb a vásárló és kevesebb a gépkocsi is. Az új autók értékesítése csaknem 10%-kal esett vissza az elmúlt negyed évben. Ugyanez a helyzet Németországban is, ezért a német autógyárak hazai leányvállalatainál is csökkent a termelés. A hazai használt autók piacán viszont stagnálás mutatkozik. Itt leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát. Az árak nem emelkednek, sőt, inkább szép lassan csorognak lefele. Tehát ez részben esetleg évvégére újra előhozhatja a vásárlási kedvet. Mindenesetre a tavalyi évvégi viszonylag nagy árcsökkenés után az évelején egy felpörgő piac volt. Ez a tavasszal ez szép lassan elcsendesedett, és egy ilyen stagnálásba váltottunk át. A vásárlókat jelentősen befolyásolja az, hogy milyen kamatokra tudnak gépkocsi hitelt felvenni. A leasing kamatok a tavalyi évben jelentősen csökkentek, idén viszont nem, ez pedig visszafogta a kereslet növekedését. Az elektromos autópiacon még drasztikusabb a visszaesés, ott a becslések szerint 50%-kal kevesebb járművet vásároltak. Az elektromos autók piaca az, ami leginkább szenved. A gyártók nagy mértékű növekedésre számítottak, és tehát a vásárlóknál ez nem így alakult, tehát sokan átértékelték az elektromos autózásnak a pozícióit, és kevésbé vásárolnak elektromos kocsikat, és ugyanakkor a gyártók pedig bizonyos modellek esetében nem fejlesztették a benzin és dízel modelleket, a vásárlók meg nem akarnak elektromos kocsit venni, és ezért inkább kivárnak. Gulyás József szerint sokan azért is halasztják későbbre a vásárlást, mert az elmúlt másfél évben az új elektromos autók árai meglehetősen csökkentek, és további árzuhanásban reménykednek. Az elektromos autók esetében sok ország beszüntette az állami támogatást, így ennek is köszönhető az eladások drasztikus visszaesése.